Drogi. Van. Nem sötét van. Nem ott a kocsiban. És ott élünk? Mhm. Ide a kocsiségben van. Majd szerintem szólni majd megcsinálni. Igen. Thank you.
Megvárjuk nekik, mert most teszi föl a Facebookra az elérhetőséget. Lesz kórus. Én kérdeztem, aki lesz az előre, és kisztok a filmet. Az kóra aztán abban látszik, meg a zöld irány. Még ide hozhatjuk mellé, hogy látszódjon, ha szeretném. Na, hát ott mellé, mert... Így jó? Amit ott látnak a képernyőn, azt látják ők is? Igen. Majd elsőt, hanyas lesz Bóni. 49. Úristen, nyisd meg a mi ajkainkat, és a mi szánk hirdeti a te dicséretedet. Uram, Isten siess, minket megsegíteni, én a szükségünkben Krisztus Jézusért, mi Urunk él, és megáltunk él. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk őt örökké, ámen. Lelki próbáinkban Jézus lépve, elhagyolódni, ő elérhetem.
Kérdésem, hogy hova nézek? Hol van a kamera? Jó. De rátok is fogok nézni. Hát ez egy elképesztően új helyzet. Egyfelől örömteli, másfelől nyilván szükséghelyzet, amiben vagyunk. Ilyen még nem volt az iskola történelmében, de szerintem a ország történelmében sem volt még ilyen nap, mint az a mai. És hát bár online istentiszteletek vannak sok gyülekezetben, de hogy biztos, hogy a mi iskolánkban még soha nem volt online istentisztelet. Tehát egy valami új kezdődik, valószínűleg ez most egy darabig így lesz, és így fogunk találkozni egymással, Istennel így tudunk hallani igehirdetést. Hál' Istennek megvannak ezek a lehetőségeink, megvannak ezek a technikai eszközök, tehát ez nagyon örömteli. A tanár kollégáknak már tegnap elküldtem ezt az igehirdetést, tehát van, aki lehet, hogy már olvasta, de többen tudom, hogy nem olvasták, meg hát talán másodszorra is lesz még olyan benne, ami Istentől jövő üzenet. Aminél elgondolkoztam, amikor erre az istentiszteletre készültem, az volt, hogy hogyan szólít meg minket Isten. Erről volt egy beszélgetés nemrégiben, ahol nekem szegezték ezt a kérdést sokan, hogy valaki, hogy jó, de mondja meg, hogy mégis Isten hogy kommunikál velünk. Ugye egy hitton tanárnak, vagy a lelkésznek erre általában van csípőből néhány válasz, amit már régóta tudnak, hogy megszólít igehirdetésen keresztül Isten, Biblián keresztül, az igeolvasáson keresztül, esetleg egy találkozáson keresztül Isten beleenged minket egy helyzetbe, sokféleképpen kommunikál velünk Isten. De a kérdező ezzel nem elégedett meg ezzel a kicsit konzerv válaszol, hanem mondta, hogy jó, akkor mondjak egy olyan igét, amire emlékszem, hogy nekem szólt, Isten megszólított vele, és hogy tényleg ilyen isteni üzenet volt a számomra. És akkor jutott eszembe a tenger lecsendesítésének a története, ami mind a három szinoptikus evangéliumban le van írva, tehát Máténál, Márknál és Lukácsban is. Én most a Lukácsból fogom felolvasni. Ha itt lettek volna a diákok a iskolába, akkor nyilván ezt a reggeli áhítaton már olvasták volna, de így most akkor most olvasom külön. Tehát a Lukács evangélium a 8. részében van leírva ez a történet, egyébként Máténál is a 8. részben. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzá, menjünk át a tó túlsó partjára, és elindultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtenni, úgyhogy nagy veszélyben voltak. Oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak. Mester, mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendessé lett. Ekkor ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva mondogatták egymásnak. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Egy 2000 évvel ezelőtti történet, ugye a galileai tópartján járunk, egy kis sporttörténet, ti tudnivalóként azért azt elmondom, hogy ez a tó egy ilyen kis édesvízű tó, nem egy kicsi édesvízű tó, ugye Izrael északi területén, már mélyföld, és tőle északra hegyek vannak. Ebben hasonlít egyébként a mi Balatonunkra is. Ebből a földrajzi elhelyezkedésből adódóan nagyon hirtelen tudnak erre a túra lecsapni a viharok. Tehát mint egy nagy csúszdán a felhők, hogyha átkelnek a hegyeken, ott lecsúszanva könnyen a tó fölé élnek, és
míg az egyik percben látszólag nyugodt és csendes a tenger, egy fél órán belül nagy vihar tud támadni. Ugye ugyanez van a Balatonnál, és ezért van a viharjelzés rendszer. Jézusról, itt az előzményeket nem olvastuk a Bibliából, előtte a tópartján tanít. Ugye Jézusnak az egész tevékenységének a nagy része a galileai tópartján zajlik, a halászokat is onnan hívja el, ő maga is valószínűleg Kapernaumban lakott. Ugye Názáret is ezen a környéken van, valamivel távolabb a tótól. Tehát ott van ezen a környéken, híre ment már az ő csodatételeinek, a gyógyításainak, nagyon-nagyon sokan jönnek hozzá. Egész nap ember után szólítja meg, aki emberekkel foglalkozik, és hát a tanárok ilyenek, de hát mások, ugye rengeteg szakma van, ahol emberekkel kell foglalkozni, például gondoljunk most az orvosokra, akik ugye most nagyon fontosak. Egy-egy ilyen találkozás az mindig egy újabb és újabb figyelem, másokra ráhangolódni, megérteni a másik problémáját, valahogy megtalálni azt a módot, hogy hogy tudok neki segíteni, milyennek az ő hozott problémái, milyen az ő hozott tudása. Tehát egy óriási figyelem kell minden egyes találkozáshoz. És hogy ebben nagyon-nagyon el lehet fáradni. Ezt ismerjük tanárként is, ismerik azok is, akik emberekkel dolgoznak, hogy ez egy nagyon kimerítő dolog. Jézus egész nap ezt csinálja, ezért nem csoda, ha estére nagyon elfárad. Azt mondja a tanítványoknak, arra kéri őket, hogy szálljanak hajóval, és menjenek át a tónak a másik oldalára, ez a déli, délkeleti oldalra hajóztak át. Ugye sokkal könnyebb csap le rájuk a vihar. Itt a Bibliában konkrétan egy vihar, tehát szél, eső, és minden az, ami a viharral együtt jár. De hát nyilván az első pillanattól, ha a Bibliát olvasok, akkor tudjuk, hogy ez a vihar, ez nem a számunkra nem csak ilyen módon jelenhet meg, hanem sok minden lehet a mi számunkra vihar. Sokféle nehézség. Ha most hittanórán lennénk, akkor megkérdezném, hogy mi lehet ilyen vihar az életünkben, és biztos, hogy sok jó válasz jönne, hogy lehet vihar egy kapcsolati probléma, egy szakítás, esetleg a szülőkkel való kapcsolatnak a megromlása, vagy a szülőknek, ne adj Isten, a válása. Vihar lehet egy haláleset, mindenféle ilyen dolog. És hát természetesen vihar a betegség is. És ez az, ami most talán számunkra a legaktuálisabb és leghúsba vágóbb, hogy ilyen vihar egy járvány is az, ami már itt van Magyarországon, és még velünk lesz egy jó darabon. Amikor a tanítványok viharba kerülnek, akkor ki vannak merülve. Sokszor azt tapasztaljuk az életünkben, hogy a viharok akkor csapnak le ránk, amikor kimerülünk. Amikor az ember túlhajtja magát, amikor hétre hét, napra nap elfáradunk, kiégünk, és tulajdonképpen védtelenné válunk. Ugye ismerjük ezt az immunrendszernél is, hogy akkor leszünk védtelenek már a betegségekkel szemben, hogyha meggyengül az immunrendszerünk. Egy ilyen fajta kimerült állapot az egy ilyen lemerüléshez vezetett. Ugye most éppen nincs iskola már, de hogy én kiszámoltam, hogy azért tulajdonképpen január eleje óta járunk iskolába, tehát hogy jobban érezheti mindenki azt, hogy mostanra valamire kimerült. Hát arról nem is beszélve, hogy ugye egy nagyon új helyzet van előttünk, aminek most neki kell ugranunk, diákoknak, tanároknak, az egész magyar társadalomnak, tehát sok-sok fáradtsággal vagyunk itt már hónapok óta, és most ehhez képes kell összeszedni az erőnket. Tehát, hogy nem egy könnyű helyzet, amiben vagyunk, és amiben a tanítványok voltak ott, akkor se az sem volt egy könnyű helyzet. Persze eleinte a tanítványok lévén galileaiak és lévén, ahogy mondtam, halászok többnyire, azért menedzselik a helyzetet. Ugye jól ismerték a tavat, jól ismerték ezt a jelenséget, a hirtelenes akkor viharokat, tudták azt, hogy ilyenkor kb. Mit kell csinálni, biztos hallottak mások történetet.
és teszik is a dolgokat egy ideig, egy szakszerű válságmenedzsment zajlik tulajdonképpen. És bíznak is a saját szaktudásukban, hogy ők ezt meg fogják oldani. Mint ahogy a szívünkre tesszük a kezünket, igazából mi is azért erősen bízunk a saját szakmai megoldásainkban, meg az orvosaink megoldásaiban. Gondoljuk, hogy ha mi lezárjuk a iskolákat például, hogyha betartjuk a szabályokat, hogyha az emberi számítás szerint megteszünk a dolgokat, akkor nem lesz baj. Védve vagyunk, a tudomány majd megoldja, vagy megtalálja a járvány ellen szerint, és akkor minden rendben lesz. Lehet, hogy ez csak az én személyes megértésem, de én most azt gondolom, hogy Isten nem véletlenül bíz be minket egy ilyen helyzetben. Mert bizony néha szembesülnünk kell azzal, hogy hiába minden szaktudás, hiába minden elvileg, logikusan fontos lépés, akkor is ott vagyunk a viharban, és akkor is azt érjük meg, hogy lassan összecsapnak a hullámok a fejünk fölött. És lehet, hogy sokan most tényleg így érezzük, hogy mindenféle hullám összecsap a fejünk fölött. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne folytassuk a víznek a kimerését a hajunkból. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy betartsuk ezeket a józan észre elvárható, és ilyenkor különösen fontos szabályokat, vagy higiéniai szabályokat, az, hogy lehetőleg tényleg nem menjünk emberek közé, hogy diák ne kezdjenek el most bandázni, itt-ott, blázázni, hanem tényleg ezt a nagyon egyszerű, egyszerűnek hangzó, de lehet, hogy nem egyszerűen betartható szabályt próbáljuk meg betartani, hogy maradjunk otthon. És minél kevesebb emberrel találkozunk. Tehát semmiképp nem azt akarom mondani, hogy ezeket a józan észre megfogalmazott szabályokat ne tartsuk be. Csak közben vegyük észre, hogy emellett még valamit meg kéne tennünk. A zsidó történelemben nagyon sokszor van ilyen, hogy Isten beleengedi olyan helyzetbe a népet, ahol egy ponton föl kell ismerniük, hogy ha nem fordulnak Istenhez, ha nem térnek vissza Istenhez, akkor elvesznek. Egyénileg is sok ilyen történetet találunk a Bibliában, ahol Isten valamiért engedi, hogy egy ember belekerüljön ilyen nehéz viharokba a saját életében. És egy ponton kénytelenek vagyunk kimondani ezt, hogy ha te nem segítesz, Uram, akkor elveszünk. Ez a kérdés talán ma reggel a számunkra, hogy ki tudjuk ezt. Azzal kezdtem, hogy személyes igeként mit kaptam. Én ezt az igét akkor kaptam, amikor ott álltam a kisfiam inkubátora mellett, és ott be kellett látnunk, hogy ha Isten nem segít, hogyha nincs ez a kegyelem, akkor az a kisfiú nem fogja túlélni azt a napot sem. És hogy nagyon-nagyon nehéz viharban kellett ezt megértenünk, hogy bár mindent megtesznek az orvosok, bár ott vannak a gépek, ott vannak a fantasztikus ápolók, ott van a fantasztikus intézményi rendszer, de mégis, ha Isten nem adja az életet, nem adja ezt, akkor nincsen tovább. Uram, ments meg minket, mert elveszünk, így olvassuk Máté evangéliumánál van, és ahogy Lukásnál, hogy olvastam, ott van, hogy mester, elveszünk. Nem egy nagyon bonyolult mondat, de mégsem könnyű kimondani sokszor, mert ezzel az embernek azért azt is be kell ismernie, hogy az ő szaktudásait becsődölt ezen a ponton. És mind a két esetben több eszem első személyben hangzik ez a beismerés, tehát úgy is mondhatjuk, hogy közösségileg is van egyfajta ilyen beismerés, hogy az egyéni lehetőségeink és a közösségi lehetőségeink is végesek, és már nem tudjuk megoldani ezt a helyzetet. Fontos itt kiemelni azt, hogy a tanítványok együtt vannak a hajóban, tehát így is szoktuk mondani, hogy egy hajóban nevezünk. Ugye? Különösen fontos ezt most elmondani itt a járványban, hogy nem egyen-egyenként vagyunk a társadalomban, hanem most nagyon húsba vágva megérhetjük azt, hogy együtt vagyunk, egy hajóban vagyunk, egymásra utalva vagyunk.
mindannyian érintettjei vagyunk a járványnak, akkor is azt gondoljuk, hogy mi fiatalabbként, vagy diákként, vagy gyerekként talán nem vagyunk a veszélyeztetett csoport tagja, de ugyanúgy részesei vagyunk ennek az egész közösségnek, érintettjei vagyunk, és lehet, hogy mi magunk nem vagyunk veszélybe, de a hozzánk közel élő idősebbek, vagy betegséggel élők, azok viszont veszélybe vannak, akár miattunk, ha nem vigyázunk rájuk. Most reggel idefele a metrón eszembe jutott a 10 parancsolatnak az a parancsolat, ugye, hogy tiszteld apádat és anyádat. A 10 parancsolattal kapcsolatban mindig arra szoktam mondani, hogy vannak hát ilyen evidens törvények, amit a magyar állam törvényei is tiltanak, hogy ne ölj, meg ne lopj, ugye, ezek szoktak eszünkbe jutni, és hogy ezt a tiszteld apádat és anyádat, ezt olyan jó-jó, hát viselkedjünk jól, dologgal szoktuk elintézni, ennek nincsen törvényi szankciója, mert ha valaki nem tiszteli, akkor is ugyanúgy törvénykövető emberi válik. De hogy szerintem most ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mivel tiszteljük apánkat, anyánkat, az idősebb generációt, azzal, hogy vigyázzunk rájuk, és hogy legyen a tiszteletünk most ez, és legyen ez a 10 parancsolatnak, tehát a legkomolyabb törvénykönyvben megfogalmazott dolog, most legyen a szívünkben, hogy igenis ezzel tudjuk őket tisztelni, segíteni és védeni, hogyha betartjuk ezeket a közös szabályokat. A történet ugye a tenger lecsendesítésének a története aztán számunkra már olyan evidensen folytatódik. Eleinte gondolkoztam is, hogy mi lenne, ha csak addig olvasnánk föl, hogy a tanítványok szólnak. Mindig úgy hozzá vagyunk szokva a happy endhez, pedig van a Bibliában olyan, amikor bizony a vihar vihar, és elsüllyed a hajó. Ebben a helyzetben nem süllyed el. Jézus fölkel, szól a tengernek, és az lecsendesedik. Egyszer csak csend lesz. Ez egy nagyon... egy regényből olvastam ezt a kifejezést, hogy a csend rászakad a tájra. Biztos megértitek már ezt, amikor mondjuk zúg egy gép, valami eszköz, és akkor kikapcsoljuk, és csend lesz hirtelen. Vagy amikor az ember mondjuk az úszodában ott van egy ilyen nagy zsibongásban, és lemegy a víz alá, és egyszer csak olyan szűrt, tompa csend lesz. Úgy hirtelen csend lesz ezen a tengeren. Jézus a szavával csendesíti le a tengert, és ez a szó, ez az ige, ez maga az az ige, ami hat. Ugye a Biblia elején, első lapján azt olvassuk, hogy Isten azt mondta, hogy legyen és lett. Ez ugyanaz a teremtő ige, ami most megjelenik Jézus esetében, ugyanúgy a szóval, az igével csendesíti le a tenger. És ugyanaz a teremtő ige, ami miatt az igehirdetést csináljuk, ami meg tud szólalni, ami valóban át tud formálni emberi életeket. Ugyanarról van szó, mint a teremtésnél, a tenger lecsendesítésénél, ugyanarról lehet szó, akár egy igehirdetésben is. Vége van. Elmúlt, és ott a reménység, hogy át tudunk érni a túlsó partra, ahol igyekeztünk, hogy túl leszünk a nehézségeken. Olaszországban, ahol most a legsúlyosabb a helyzet, terjed egy ilyen felirat, hogy Andrea tutto bene, ami azt hiszem, hogy mondom, tehát ezt jelenti, hogy minden rendben lesz, hogy minden jó lesz. Tulajdonképpen egy nagyon biblikus üzenet ez is, egyébként sokszor a szivárványal együtt gyerekrajzokkal szokták kitenni az olaszokkal, az erkélyekre, meg a házfalakra ugye, és ezzel üzennek egymásnak, hogy ugye a szivárvány is Istentől adott jel arra, hogy nem lesz több özönvíz, nem lesz több ilyen emberiséget elpusztító katasztrófa. Tehát, hogy fontos ezt a reménységet is elmondani, hogy vége lesz, hogy most nehéz, most benne vagyunk, most tényleg úgy érezzük, hogy összecsapnak a hullámok a fejünk fölött, de hogy túl leszünk rajta, hogy túl lehet lenne a nehézségeken, hogy egyszerűen vége lesz. Ez az egyik jó hír. A másik jó hír, hogy van kihez fordulunk, van szabadítunk. Mi több, az a szabadító ott van mellettünk. Jézus egész végig ott volt a hajóban.
tanítványok eleinte gondolták, hogy ők menedzselik a helyzetet, eszükbe nem jutott megszólítani, holott az első válságos pillanatban már szólni lehetett volna Jézusnak. Csak akkor veszik észre, amikor már szembesülnek az, hogy a saját erejük véges. De Jézus végig ott van, és hogy vegyük észre, hogy Jézus végig itt van mellettünk. Lehet, hogy csak mi gondoljuk, hogy alszik. Ez is lehet. De az biztos, hogy felébreszthető. Nem azt olvasok a Bibliában, hogy rázogatni kell, meg hosszan szólogatni, hanem ahogy megszólítják, azonnal válaszol Jézus. Tehát ott van a hajóban velünk. Ebben az egy hajóban, amiben együtt nevezünk. Ott van, és akar, és tud is segíteni. Ugye mind a három nagyon fontos, a jelenlét is, a szándék is, az isteni szeretet is, és a képesség is ott van Jézusnál. Mi több, csak ő tud segíteni. Ezt is fontos aláhozni. És a tanítványok ezen a ponton nagyon elárulnak. Erre aztán igazán nem számítottak. És úgy is mondhatnánk, hogy a tanítványok számára ez az a pillanat, amit mi úgy hívunk, hogy Isten élmény. Ez az a pillanat, amikor felismerik, hogy kicsoda Jézus. Ha itt lettünk volna egész héten a iskolában, akkor reggelenként különböző viharral kapcsolatos történeteket olvastunk volna a Bibliából. Így például a Jónás könyvét, amikor Jónás bedobják a vízbe, és elnyeli a cethal, abban a pillanatban ott is lecsendesedik a tenger. És a hajósok, akik egyébként teljesen Istentől, vagy a zsidó hittől különálló emberek, ők mondják ki azt, hogy ez bizony Isten. Tehát ez a fajta Isten élmény ott is megjelenik. Vagy akár Illés történetében, a Hórebben, ahol vihar van, égrengés van, földrengés van, és utána egy szelíd és halkan szólal meg, az az Isten. Tehát sokfelé találunk a Bibliában ilyen történeteket. Ami utána van, ez a csendesség, ez a békesség, ez az a sálom, amiről legutóbb próbáltam beszélni nektek. Ez a fajta minden emberi értelmet meghaladó nyugalom, ami előtti a tanítványokat is, mert felismerték, hogy Isten az, aki ott van velünk. És ez a felismerés adhatja ezt a fajta nyugalmat. Minden vihar, minden beömlő víz és minden félelem ellenére ott van ez a tudásuk, ez a találkozásuk az Istennel. A tanítványoknak rá kell döbbennünk arra, hogy a valóság, amit ők valóságnak láttak, és amit ők úgy gondoltak, hogy nagyon átlátnak, az csak egy szelete a valóságnak. És akkor kezdenek el látni sokkal-sokkal mélyebben. És kezdenek úgy, hogy így mondjam, számolni Istennel, az isteni jelenlétben. És hogy azt hiszem, hogy nekünk is erre van szükségünk, hogy miközben pontosan próbáljuk látni a valóságot, próbáljuk felmenni a körülöttünk lévő látható, tapasztalható, tudománnyal mérhető valóságot, közben ne felejtsük el, hogy csak egy részét látjuk ennek a valóságnak, és van egy sokkal nagyobb, egy sokkal komplexebb valóság, amit ismerhetünk is, hogy mindenkörül ott van Istennek a szeretete és védelme. És hogy ez ehhez sajnos sokunknak át kell élni a vihart az életében, hogy erre rájöjjön, ilyen módon találkozzon Istennel. Nekem például át kellett élnem ezt a nagyon nehéz helyzetet a koraszüléssel, a gyerekem életéért való aggódással, de lehet egy ilyen nagyon-nagyon sokféle ahhoz, hogy találkozunk Istennel, és hogy elkezdjük számolni ezzel a valósággal. Összefoglalva tehát, az első, hogy fontos, hogy elinduljunk Jézussal, ezzel nem is annyira beszéltem az elején, ugye Jézus, amikor mondja a tanítványok, induljanak el, akkor előtte Mátinál olvasok olyan történetet, hogy ketten is oda mennek hozzá, akik végül ilyen vagy olyan indokkal mégsem indulnak el vele. Aki nem indul el Jézussal, nem hallgat erre a hívásra, az nem is fog átjutni a túlpartra. És most a túlpartot sok mindennel be tudnánk helyettesíteni. Tehát fontos, hogy elinduljunk. Ne elinduljunk ezen az úton. A második, hogyha viharba is kerülünk, merjünk az isteni gondviselésre hagyatkozni, és ne pedig a saját erőnkben bízunk. Tegyük meg, amit tőlünk telhető, még egyszer mondom,
de számoljunk és bízunk az isteni gondviseléssel, és merjünk rá hagyatkozni. Tudjuk kimondani azt, hogy Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És a harmadik pedig az ígéret, az evangélium, hogy pusztán kegyelemből, de miért lehet így a szabadulás, és az a fajta békesség, ami velünk marad, a félelmeink ellenére is. Az Új Szövetség egyik legtöbbet idézett mondata ez, hogy a János 3.16, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszővel ne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A tanítványok ebben a történetben azt kiabálták, hogy ments meg minket, mert elveszünk. És itt van a János evangéliumával válasz, nem vesztek el. Még egyszer ezt kihangsúlyozom bennem, hogy aki hiszővel el ne vesszen. Ugyanaz a szó van, mint hogyha válaszolna a tanítványoknak a kiáltására, hogy nem vesztek el. Higgyetek bennem, itt vagyok veletek, és együtt át fogom jutni a túlsó partra. Imádkozzunk akkor röviden, és aztán a végén mondjuk el együtt a mi atyánkat. Köszönjük Istenünk, hogy itt vagy velünk a hajóban. Te látod, hogy mennyi félelem, mennyi kétség, mennyi bizonytalanság van bennünk, és sokan érezzük úgy, hogy a hullámok most összecsapnak a fejünk fölött, és kezd elvenülni ez a hajó, és ezt nem fogjuk bírni. Kérlek, add ezt a hitet, hogy fel tudjuk emelni a fejünket is, és tudjunk benned bízni, és rád hagyatkozni egy ilyen viharban, és azzal a reménységgel, hogy te lecsendesíted a vihart a hajót. Kérlek, add nekünk ezt a reménységet most. Mi atyánk, aki a mennyekben szenzetesség meg a tenni, jöjjön el a te országon, legyen a te rúgatom, és bocsássunk minket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk kezünk, és nem vigyünk a kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életben legyen. Amen. Istennel, kicsit csendben lennél.
Igen.